8. osztály, a tanév első napja, szeptember 1. Thank you. hogy mi történt. Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek. Mi többiek maradtunk. Bár a tanárok igyekeztek gyorsan eltüntetni a nyomát az osztályteremből és a fejünkből egyaránt, valami azért mégiscsak megmaradt bennünk Pierre Anthonból. Talán ezért történt később minden úgy, ahogy. Egyszer csak felállt Pierre Anthon. Semminek sincs értelme. Ezt régóta tudom. Közölte. Ezért semmit sem érdemes csinálni. Erre most jöttem be. Majd egészen nyugodtan meghajolt, közönyös képpel felénk biccentett, és kiment anélkül, hogy becsukta volna maga mögött az ajtót. Az ajtó elvigyorodott. Az ajtó nagy nevető pofának tűnt, ami elnyelne, ha arra ragadtatnám magam, hogy kövessen Pierre Anthon. Hogy kire vigyorgott? Rám. Mindannyiunkra. Körbenéztem a teremben, és a kellemetlen csend azt sugallta, hogy mindez másoknak is feltűnt. Mindenki azt várt, hogy vigyünk valamire az életben. Valami remény pedig azt jelentette, hogy lesz belőlünk valaki, de ezt senki nem mondta ki hangosan. Lógott a levegőben. Beköltözött a kispárnákba vagy a külsállatokba, melyeket miután kiszolgáltak, igazságtalanul a padlásra vagy a pincébe száműztünk. Erre Pierre Anthon vigyorgó ajkán döbbentett rá. Megijedtünk. Féltünk Pierre Anthontól. Mi igenis akartunk érni valamit az életben. Vinni akartuk valamire. A vigyorgóajtó nem csaltott a kinti világba. Kicsit sem. Egyáltalán nem. Ezért láttuk ki az egészet. Bár a többes szám első szem egy kicsit túlzás, mert valójában Pierre Anthon vezetett rá minket erre az útra. Pierre Anthon mosolygott, és olyan hangosan kiabált, hogy egészen az iskoláig elhallatszott. Ha van valami, ami miatt érdemes mérgelődni, akkor olyan is van, aminek érdemes örülni. Ha van valami, aminek érdemes örülni, akkor van valami, ami számít. De ilyen dolog nem létezik. Pár éven belül mind halottak vagytok, senkik, akiket elfelejtenek. Úgyhogy ennyi erővel már most elkezdtek gyakorolni, milyen is az. Ha 80 éves korotok ígértek, addigra már 30 évet végigaludtatok. Jó 9 évet jártatok iskolába, és majd 12 évet töltöttetek munkával. Mivel 6 év már elment a kisgyerekkorra, és 14 év szükséges ahhoz, hogy főzzetek, takarítsatok, és gyereket neveljetek, legfeljebb 9 évetek maradt, hogy éljetek is. Ezt a 9 évet képesek lennétek arra elvesztegetni, hogy úgy éljetek, mint a sikeretek lenne egy szíjátok, valaminek semmi értelme. Főleg, ha rögtön kezdhetétek azzal is, hogy kielvezitek ezt a 9 évet. Vajon mi a fenéért olyan fontos megtanulni, hogy mondjuk szépen köszönöm az ebédet, a meghívást, én is, és viszont, és tessék, na is hogy tetszik lenni, amikor hamarosan úgy sem megy senki sehová, és mindenki tudja, hogy a jövésmenés helyett hogyan kell a semmi részévé válni. Rá fogtok jönni, hogy bohócok vagytok egy jelentéktelen cirkuszban, ahol az emberek bebeszélik egymásnak, hogy létfontosságú, hogy az egyik évben pont így nézzenek ki, a másik évben meg pont amúgy. És arra is rá fogtok jönni, hogy a hírnév és a nagyvilág rajtatok kívül áll, és hogy bennetek legbelül semmi sincs, és ez így marad, akármit csináltok is. Semminek sincs értelme. Ezt régóta tudom. Ezért semmit sem érdemes csinálni. Erre most jöttem rá. Aztán végre valahára megszólalt valaki. Nem lehet így tovább! Kezdte és ugyanezzel a fordulattal fejezte is be, miután összefoglalta azt, amit már mindannyian tudtuk. Mégpedig, hogy nem tettünk továbbra is, mintha bármi is számítana valamit, a Pierre Anthon folyton csak azt kiabálja, hogy semmi sem számít. Nem telt el sokkal, és megint összegyűltünk az osztályterembe. Jó ötlet nem jutott eszünkbe, rossz viszont elég sok. Éppen elindultunk volna, megszólalt valaki. Be kell bizonyítanunk Pierre Anthonnak, hogy igenis vannak dolgok, amik számítanak az életben. Csak ennyit mondott, de ez elégnek is bizonyult. Egyszerre mindannyian tudtuk, hogy mit kell tennünk. Másnap délután már neki is láttunk. Szerintem Pierre Anthonnak igenis igaza van! Ennyire fontos, hogy mindenkinek van valami, ami csak neki számít. Ha olyan Pierre Anthonnak akarunk hinni, hát az apja sem normális. Nem, Pierre Anthon igenis intelligens és árult, és mi választottuk azt, hogy megszületünk úgy, 90 évig szenvedünk, aztán pedig megrohadunk egy sírba. Rávarítasz! Van egy szájom múlt életben, és nem bírod ki ellen. mi lenne, hogyha így te szarnál? Nem szarjuk le! Ha igaz van, Pierre Anthonnak sem az álmainak, sem a céljának nem volt semmi értelme a világon. Ki kell találnunk valamit. Győzzük már! Nem fogom. Előbb-utóbb csak elunja. Persze. Dobáljuk meg kővel. És mi lenne? Ha mindannyian összegyűjtenénk valamit, ami magunknak fontos, annak csak van értelme, ugye? Mind a fontos dolgok kupaca? Legyen inkább a fontos dolgok hajna. Na, ez hé, Lilka! Tipli annám, most én ülök oda. Dehogy nem? Egy-kettő. Szervusz, a Magyar Televíziótól vagyunk, feltennünk pár kérdést, szabad? Persze. Te is egyike vagy annak a 22 fiatalnak, akik összeállították a Fotózók Halva című műalkotást, igaz? Hát, ha műalkotásnak szeretnék hívni azt a kupac szemetet, akkor igen. Ő szerint van értelme ennek a kupacnak? Miért lenne értelme? Egy csapat gyerek valakinek a véleménye miatt összedobál egy halom holdit. Jó. Maga mit tett a kupacra? Én az iskola egyetlen egy kupája. Milyen kupa? Egy e-sport kupa. Micsoda? E-sport, mint kompetitív videójáték magas szinten. És hogy vették rá iskolát, hogy megkapják a kupát? Nem vettük rá, elloptuk. Eléggé egyszerű volt. Portás sose figyel, mindig Izóra tévét néz. És mi lett a következmény, hogy ellopta a kupát? Hát kiraktak a csapatból, majd aztán utána minden iskola után tevékenységtől megfosztottak. Ezért utána a játékot váltottam. Nem nagy befolyása vagy semmilyen. Megérte? Pénzzel minden megéri. Hát jó, de akkor ki kezdeni? Hát kezdeni. Élikó, mi van kezdetben? Az milyen kezdetben? Ez meg mégis mi? Hát, Juskutya, mi lenne? De Cuki, hogy hívják? Ebben az nincsen. Utána ilyen büdös ez a dög. Nem is büdös, te vagy büdös. És te ezzel alszol? Nem. Ki vette ezt? Nekem nagyon utálhatott. Képzeld az apám. Kinek? És mióta van meg? Nem tudom, 12 éve. De hízbűsök már csak az odáshoz adják! Rakott kislány, a lőség férni meg. Igen, szépen, az eszemben. De, nagyjából van alkotás. Állalmas vagy. Szerbusz, a Magyar Televíziótól vagyunk. Elmondnád a nevedet a kamerával? Nemes Marci vagyok. Nemes. Te is egyike vagy annak a 22 gyereknek, akik megépítették a fontos dolgok hamarú műalkotást, igaz? Igen, én a családunk könyvét tettem be, ami a történetünket írja le az 1600-as évektől napjainkig. Minden ember elér egy életkort, amikor elkezdi foglalkoztatni a múltja. Engem ez most ért el. A címerünk olyan ősi, hogy 1554 óta létezik, azaz 467 éves. A címer a következőképp néz ki. A nagyerdei Mezővándi Nemes Nemzetség címere úgynevezett egyszerű címer, melynek csücskös talpú, egyenes állású címerpajzsot egy vértes sisakos alak tartja. A címerpajzs mezőben balra néző, ágaskodó, aranyszínű, fekete farok végű mókus helyezkedik el, felemelt, előremutató két felső lábbal. A címerpajzs mezője kékszínű, a sisakos alak fején ötelhúz gyöngygombos aranykorona helyezkedik el. A címerpajzs egyik oldalát egy kék arany és egy fehér narancsággalomb öleli át. Középen fekete szárnyas sisak dísszel. Nála úgy, Marci, hogy te jóágyságosnak érzed magad, amikor beletartozol a közösségben? Igen. Pont annyira érzem magamat kiváltságosnak, mint a 17. században élő rokonaim, akik kiváltságlevélrel rendelkeztek, amivel együtt járt az adómentesség is. Ezt több mint 10 alkalommal használták. De még büszke vagyok szépapámnak a testvérére, aki Cserefalván grófi uradalmi szőlőgazda volt, vagy akár dr. Nemes Viktóriára, aki híres énekes volt, és a tehetség kijuttatta Helsinkibe, Krakóba, Varsóba és Leningrádba. Végül, ha szabad, felolvasnám 5 generációra visszamenőleg a családfámat. Nemes Lajos, Nemes Dénes, Nemes Sámuel, Nemes Anna, Nemes Pálnak a gyerekei, Nemes Mihály, Nemes Pál, Nemes Ágnes, Nemes Jenő, Nemes Ödönnek a gyerekei, Nemes Péter, Nemes Pálnak a gyerekei, Nemes Pál, Nemes Attilának a gyerekei, Nemes Balázs, Nemes Kinga, Nemes Márton, azaz én. Ha megfigyelték, minden egyes generációban van egy Pál. Akkor társversek! Szívem csücskei, ezért sem hoztam nektek a gyereket a Szívlapát című versenykötetet. Hogy olvasnám a hátulja lesz a megható mondatot. A versek nem mennek ki a divatból. Szerintem gyönyörű ez a mondat. De kezdeném is a kedvenc versemmel, ebből a csodálatos könyvből. Olyan a leves, akár a pest is. Csipet is só is ékelsz. Szerintetek rájöttek a lopásra? Nem, de hogy. Arra biztos rájöttek, hogy eltűnt a kukat, hogy jó volt. Bocs. Mi voltunk azt már? Jázmika? Biztosabbak is bele csupa, minden elmondozottak lesz. Ideges. És a bort. Ideges, de srácok, elloptunk egy iskolát. Ez olyan esélyt a vagyok. igazgató úr, akit küldöm viszont hallásra. Tamás vagyok, 15 éves. Felkelek az ágyamból 9 órakor, és fél 10-kor reggelizek általában tojást, mert az egészséges is tele van fehérjével. Viszont nem eszek semmilyenféle péksüteményeket, amiben sok a szénhidrát és a cukor, mert az hízlal, és én nem iszhatok, mert én sokat edzek. Majdnem minden nap megyek 2-3-ig Pocsubaihoz, aki nem szereti, hogy a kések, ezért soha nem kések. Ő mondja meg, hogy hogyan edzek, mert minden napra másra kell edzeni. Hétfőn lábra, kedden bárra, szerdán merre, és így tovább. Mert hát így kell izmot építeni, és így leszek izmos. Ami azért fontos, ugye, hogyha meglátnak, jól legyen az első benyomása az embernek a kinézetemről. Mert a benyomás az fontos. Mert így volna szeretni, hogy sokat edzek. És én figyelek, hogy mit teszek, mert hát én figyelek, hogy ebédben buszli is legyek. És sok-sok zavot teszek, mert hát így leszek izmos. És nekem muszáj izmosnak lennem, mert ennek van értelme. És inkább mondta, hogy cipőmnek lehet drága, és cipőmnek nem bírok normálisan edzeni, mert balesetveszélyes. És azt a cipőt is meg kell osztanom a bátyámmal, mert mindkettőnek 42-es láb van, és az a cipőt elveszem, nagyon mérges lesz persze. Meg is fog verni, mert nem kaphatunk másik cipőt, és ha nincsen cipőm, nincsen semmi, mert minden más idő pocsékolás, és ha nem edzek, nem vagyok elég szép, és senki nem fog észrevenni, és semmire nem jutok az életbe, és nem lesz családom, nem lesz szállásom, és nem lesz senki, aki szeretni fog, és egyedül maradok a szobámba. If we paint a baby, I want you to stay, never go anywhere, be right beside me till the end. But baby, I want you to stay, never go anywhere, oh, till the end, till the end. Az emlékeid. De legalább annak van értelme. Kezdetek sajnálni. Horrorfilmbe. Ildikó! Ilyen mi? De kinek jut ilyen? Nekünk! Pár is dobtam, nem tudok menni. Szervusz, a Magyar Televíziótól vagyunk. Megtérít, hogy elmondod nevedet a kamerába? Benna Mihaila vagyok. Szervusz, Mihaila. Te is egyike vagy annak a 22 gyereknek, akik megcsinálták a fontos dolgok halmát, igaz? Igen. Te mit dobtál a halomra? Én a rock koncert jegyeimet, melyre a barátommal mentünk volna el. Már egy hónapja terveztük előre, hogy együtt megyünk el erre, és a szülőnapomra vette a jegyeket, de kényszerítettek, hogy beadjam őket, és ezért nem tudtunk elmenni. És a barátomnak hazudnom kellett a jegyekkel kapcsolatban, ezért szakítottunk. Szerinted ki a hibás? A többiek, az osztálytársaim, hiszen ők kényszerítettek erre. Van értelme a halomnak? Nincs. Hogyhogy nincs? Számomra nincs. És szerinted nem olyan értékesek a dolgok, amik rajta vannak? Szerintem az enyém volt a legfontosabb és a legértékesebb, hiszen a barátommal a kapcsolatom is tönkrement. Értem, Mihaila, köszönöm. Halló? Peti? Igazgató úr, hogy kit küldöm viszonthallásra. Jöttem a szokásos kávémért, tudod? Ha már van egy kis szünet, akkor... Tudod, én hogy adok Erzsike? A kapszulás, ugye? Jobban, olcsóbban otthonra. Na, szóval mesélj, mi történt ma veled? Hát... a Peti fölhívott. Na nem mond. És miről beszélgetettek? A takácsot hívatta. Isolát! A takácsot! Sziasztok! Szia, Lászia! Másik Erika. Tudjátok, el voltam a Péternél. Ha? Kinél? Petinél. Tudjátok, titkálkodtam. És akkor mondta, hogy tegnap a portás Jenő. Találva valami szörnyek, fenevadok, huligánok, betörtek, micsoda, kinyitották a vitrinajtót, és ellopták a gumát. Én nem akarom, hogy te gonoszkálsz meg semmit, de onnan diákunk a Zsákos Zsolt. Annyira fura az egyet, nem lehet, hogy valami köze van hozzá. Elsikém a Zsákos. Hát a Zsákos Zsolt meg tavaly kirúgtuk. Bazd meg, én még mindig írom a naplóba, hogy... Ne, ezt nem mondhatjátok el a Péternek. Kinek? A Petinek. Na jó. Mondjuk, tudjátok, hogy én sem vagyok egy ilyen hatoskorós, de... Tehát a 8. A-osztály az felháborító. Én is észrevettem. Szóval, hogy Blanka. Hát mi történt vele? Olyan, mintha nem lennének emlékei. És a Tamáska? Ilyen volt a gyerek, most meg... Hát hova tűntek a kockái? Azt hiszem, lányok, hogy ugyanarra mondom. Bizalomkör, igen. Kezdtek, Klárika, mert te vagy a legjobb. Én Klári! Te Klári! Megígérem! Megígérem! Megfogadom! Megfogadom! És megtartom! És megtartom! Az iskola rendjét! Az iskola rendjét! A diákokat! A diákokat! És a kollégáimat! A kollégáimat! Ámen! Hú, már is egy kő esett a szívemről. Csajok! Arra gondoltam, hogy gyűjtsük össze azokat a dolgokat, amik egyáltalán nem fontosak. De mégis milyen? Hát azt nem tudom, csak igazoltam, hogy elképzelhetem. Megleptem semmiről, én üzenetjövét néztem, éppen Esmeralda összeveszett Juannal, és volt nagy káosz, meg minden, aztán a többit már nézolódtam. Random, vettek az huligánok, csalódtak a kupát, megleptem semmiről. És még mindig szalom kell. Húha! Viszont nekem már 25 perce megy az órám, szóval lehet, hogy menni kéne. Szia, na, szia, szia. Azt hiszem, én megyek ki, ülök a kertbe, olvasom a kedvenc kortárs verseimet. Az biztos, hogy nem. Legalább annak van értelme. Azt soha. Szervusz, bemutatkoznál a kamerának? Holyák Anna vagyok. Te is egyike vagy a 22 gyereknek? Igen. Ugyanaz a fontos dolog halmáról. Hát, nem tudom, mennyire lehet a mértékünknek nevezni. Mégis mi találtuk ide? Hogyha nem lett volna az osztálytársunk, aki nével egyszerűen feláll és azt mondja nekünk, hogy semminek sem értelme, és nem hajtogatja ezt újra és újra, minden egyes nap. Be kell bizonyítanunk, hogy nincs igaza. Értékes ez a halom szerinted? Értékesnek mindenképp értékes. És ugyanolyan értékű dolgok vannak rajta? Azt nem tudom megmondani. Köszönöm. Szervusz, mutatkozz be a kamerának. Szia, mutatkozz be a kamerának. Ez egy interjú. Tényleg vagy? Te is egyik vagy azoknak, akik összeállítottak a fontos dolgokkal már? Talán segítettek nektek? Honnan jött az ötlet? Te mondod a neved? Te már adod el? Szüleid tudtak erről? Miért nem szólalsz meg? Vágom? Ne féljük velünk, mi csak kérdezünk. Szerinted értékes a halom? Megérte? Mit adtál be? Helyi beszédet tartott. A szüleim teljesen kifordultak magukból, de később. A megyei újságról érdeklődtek először. Aztán a bulvárlapok jöttek. Bekerültünk a tévébe. Elkezdtek ide zarándokolni az egész országból. Művészetről beszéltek. És arról, hogy megtaláltuk az élet értelmét. Riporterhez ragadtak minket reggel este, délelőtt és délután. A tanárok még mindig pikkeltek rám. A szüleink még mindig haragudtak. De később egy nagy New York-i múzeum törte át a jeget. $3,5 millió ajánlottak fel a fontos dolog halmáért. Láthatunk is olyanok leszünk, akár a levegőben részeklő ország. Amint felderülünk, létünk lényeget szertefozni. Miért vallák? Most már miért? Azt valljátok, ha már szeretnek, van egyáltalán még mennek. A szeretet múló dolog. Minden múló dolog. Te is egy sírban fogsz megruhálni. Semmi értelme az életnek, úgy szint a halál. Isten sincs sem felsőrendű hatalom. Nem volt szándékosalékre jöttünk. Az nem ad értelmet az életnek, úgy vagyunk és érzünk. Azt hiszed, hogy az már egy értelem, hogy van családod. Mindenki a saját álmának rabja. Nem tanítják, ami igazán fontos. Létünket nem teszi fontosra, hogy cselekszünk. Nem lesz jobban vált egy napnál, holnap pedig a márnál. Minden nap ugyanolyan. Ostobák vagytok. Egytől egyik. Itt az a halom. A pénz azonnyomban véget vetett elnek is. Ha a halomnak tényleg lesz van értelme, nem adjátok el. Nem igaz. Fordítani egyet. akar, dedikálj rajta egyet. Számtalanszor, számtalan lehetőség van előtte. Bazd meg, azt az egyet, amit te vagy, amiben biztos vagy, azt kell megkeresned. És imádkodni, és fenyegetni, és baszogatni, és udvarolni, neki megszemélyesíteni, mélyébe ültetni, nevet köztetni, szarrá meditálni, amíg nem fordul valamerre egyet. Most kell fordítani rajta egyet. Most kell fordítani helyette. Basz meg! Elveszíteni és kapni valamit egyformán fájdalmas. Tudtuk, mit veszítettünk, de még nem tudtuk szavakba önteni, hogy mi az, amit kaptunk. Néha, amikor eszembe jut a halom, valami furcsaságot érzek a gyomromban. És bár nem tudom megmagyarázni, hogy mi ez az érzés, tudom, hogy valami olyan dolog, ami ér valamit.